Na jó reggelt kívánok! Lefulladtunk. Reggeli vizetős videó következik. Szokásos útvonal, videoblog, következő része, kezdődik ez a... Próbálgattuk a klímát, kicsit sajnos csapályrosdás, csapácserés lesz majd. Páratlan egy jó ablakot. Szokásos útvonalon megyünk hazafele. Pontosabban hát hazafele, hanem megyünk a babához. Meglepem, nem írtam neki. Meglepem, hogy szia Rózsám, megjöttem. Kérek reggeli kávé, kakaó, buncit. Széchenyi fele, igen. Friss helyzet. Ahogy elnézem, szokásos magyaros dolog. Se szavát, se eszét, se megegyezést, se szokást nem tartanak. Jaj, most ez van, jaj, most az van, most akkor nem. Nem várnak a kolléga. Együtt jöjjünk ki, mert ő siet, mert neki dolga van. Nem, megy az apjának a rövület, hogy hülyes faszára. Átadás van. Átadást meg kell csinálni. El kell magyarázni. Nem takarítják a konténer, nem polcokat nem takarítják. Ott vagyunk már 4-5 hónapja, és senki nem takarít semmit. Kuka koszos. A szemetes zsákat nem viszik, nem tetszik el, nem viszik el. A cigarettás dobozok szétdobálva. Lusták az emberek, nagy képűek, önteltek. Maguk felé mindenféleképpen a káros dolgokat csinálnak, amiket nem az igazi. Irigyek. Buták, uratlanok. Tehát ilyen apróságban őket részt tudok és el tudok mondani. Az, hogy egy átadásra szánt tárgyat elfelejtenek átadni, beírni, elfelejtenek átvenni, elfelejtenek reklamálni. Úgyhogy
ha valakinél eltűnik, javasz ki, hogy kinél tűnt el. De hol van az előző átadásnak, amiket eltűnt? Hol van az? Sem biztos. Én aludtam. De amikor éjszaka kim voltam járőrbe, két óránként, akkor esett minden két órában. Tehát függetlenül azt, hogy végig két órában. Egyik órában ugye ki, és mentem volna ki, esett végig, mert kapogott a tetőn végig a cucc. Itt a koszosabb, sarasabb, piszkosabb. Érdekes téma került megint elő, foglalkoztatott, hogy ha veszel egy autót, akkor legyen pénzed alkatrész is. Ebben az autóban normál alkatrész árakon számolva, tehát nem a feláras boltba vásárolt az autószerelő által még plusz haszonnal tehát szertelő alkatrészek, hanem árakat kell nézni, hanem a webshopokba feltűnő árakat, akkor 160 ezer forint értékű alkatrész van beépítve az autóba, úgyhogy ebből 1000 forint csak a váltóolaj. Fékdob nem lett lecserélve, a fék belülről több dolog lett cserélve. Nagyon jó a fék, hál' jó Istennek. Első tárcsa is ki van cserélve, fékpofával együtt, fékbetétekkel is, persze. A tárcsának fékbetétje van, a buffet a fékpofája van, egyik hidraulikus, másik hidraulikus szimszóval szerepel. Tehát, hogyha megvesz egy autót, akkor olcsó autót, akkor azt ugye biztos sérült. Azt javítani kell. Ha egy rozsdás, teljesen rozsdás volt van az autóban, azt a lakatos, ha jó lakatos találsz, 30.000 forinté, kivágja, kilemezeli. Festő, 30.000, lefestő. Ha jó festőt találsz. De erre még számoljuk rá persze áfát, és anyagköltséget. Veszel egy autót, amin karosszéria hiba van, az neked belekerül 6-5000 forint plusz áfával. Elevenként.
alján rozsdás, de az bőle pláne, hogy kevés olyan autotípus van alulról, annyira meg van csinálva, hogy nem urok. Szerintem kevés olyan autotípus van. Hogyha mégis van, nem rohad, főleg akkor pontosabban nem látta egy rohadásában, akkor nagy valószínűség, hogy történt. Hogy le van festve az alja. Megint meg is lehet festve. Azt, hogy leteszedve, vagy nem leteszedve a rozsda, nem tudom. Levette oldószerezve az azt, azt sem tudom. Annyit tudom, hogy a kerék csavarai azok teljesen fényesek, tehát viszonylag fényesek. És mondjam, látszik, hogy meg van dolgozva. És látszik, hogy milyen volt, mert nem minden van leszedve. Jól néznek a csavarok, mert a lényeg. Most levettem a keréktárcsát, és akkor megfújtak már egy kis alapozó festékkel. Egészséges egy kaszni egy autón, az lehet, hogy volt már javítva. Például rozsdásodás. A rozsdásodás üvegszálas vagy nyitosszálas gittel javítanak, az ki fog újra jönni. A vasgittel, a vasas gittel nem biztos. Kettő között annyi a különbség, hogy háromszoros az ára neki. Azt mondja, majd folytatom, hogyha elvittem a iskolába, a iskola dolgozóba.